Na kérem, szépen beesteledett, de ez nem akadályoz meg senkit abba, hogy unboxingoljunk, mert hogy olyan nincs, hogy itt van a csomag, amit már több mint egy hónapja várok, február 28-óta, és most, mikor végre a kezemben van, akkor én még aludjak rá egyet, és ne bontsam ki. Amint látható, itt a setup egy kicsit megváltozott, itt egyéb felfogatások hiány, most már nincsen két kamerás unboxing, még lenne egy állványom a telefonnak, csak felfogató keret nincsen. Azt szerintem bátorba hagytam, és azóta, ha volt is unboxing, akkor elmoztam magam ma. GoPro most már nálam, köldök zsinóron lóg, de legalább lehet tudni, hogy. Addig stabil, míg megy a felvétel. Bár meg lehet, hogy nem lesz a memóriakártyán semmi, hát előfordult már az így is, akkor majd megismételjük. Na, csinálunk itt egy kis helyet, mert hogy itt van a csomag, amit a Musicertől rendeltem január 28-án. És ugye beszerzés alatt volt a mikrofon, és mondták, hogy késni fog, hogy 3 hetet késnek, 2-3 hetet, aztán a végén ugye ez inkább 4 hétben manifestálódott, de végre itt van az audio interfész és a mikrofon, remélem, mert 2 darab doboz van. Nem örülök neki, hogy ennyire elhúzódott. És álljunk neki, hasgassuk. Most még teszt nem lesz ebbe a videóba, csak felbontom, és örvendezek neki. Majd lesz egy olyan, hogy beüzemelés, agyfasz, természetesen. Na, ebbe belefér a Focusrite? Ne mondjad. Focusrite, Scarlett Solo 3. generációs. Ekkora dobozba elfér. Le fogom cserélni a Behringer hangkártyámat erre a kis készségre. És itt van a amire olyan sokat kellett várni, a mikrofon, TM80-as Tascam, kondenzátor mikrofon, nagy membrános kondenzátor mikrofon, ennek a helye itt lesz az asztalon, fejhallgató a fejemen lesz, itt a billentyű, majd így beülök, kb. Ilyen testhelyzetbe fogok itten komponálni, itt a keyboard, itt a másik keyboard, és fogom tudni úgy közvetíteni élőbe a zenés videókat, ahogy mindig is szerettem volna. Ja. Nézzük először a mikrofont akkor, mert azt szerintem mindenki tudja, hogy a mikrofon, az micsoda. Kár volt eltenni a kést, mert valószínűleg, hogy ezen is van még egy-két olyan pont, ami le van ragasztva, vagy nem tudom mi. Ez is ilyen kézzel feszítgetősnek tűnik. Dik. Váljál, Lali. Jaha, ilyen felhajtható füles. Na nézzük akkor, hogy mi van a dobozba? Először is egy important safety instructions, tehát fontos biztonsági instrukciók. Angol nyelven, meg milyen nyelven? Hát azt hiszem, hogy ez végig angolul, nem, itt van még spanyol. Lehet, hogy van magyar is, nem tudom. Köszönképpen nem érdekel. Ez a nagy lap méter cucc. Hát ezt majd ráérek elolvasgatni lefekvés előtt. Csak ha valakit érdekel, hogy van-e benne magyar nyelv. Ez nem annak tűnik. Ez se. Ez német. Ez valami olasz, kínai. És ennyi. Nincs benne magyar nyelv.
Majd angollal el fogok boldogulni, szerintem. Mit tartalmaz a... Két okból esett a teszkemre a, erre a mikrofonra a választásom. Ugyanis ez egy megfizethető árba van. Ez egy 20 ezer forint árban lévő és neves mikrofon. Tehát azért a teszkem az azért régóta márka. Viszont ehhez alapból jár ugye a XLR kábel. Amivel hozzácsatlakoztatjuk a keverőpulthoz vagy az audio interfészhez. Tehát egy mama-papa XLR kábel. Ez gondolom nem túl hosszú, de a célt, hogy idáig az asztal széléről az ég elvezessen, ez tökéletes lesz. Továbbá tartozik hozzá egy rezgéscsillapító kengyel. Hát ez ilyen gumírozott, tehát ez így tud mozogni benne. Tehát hogyha mit tudom én, rugdosnám az asztalnak a lábát felvétel közben, akkor ez valamennyit belőle csillapít. Persze nem kell rugdosni az asztal lábát, de előfordulhat. Plusz egy ilyen picike kis három lábat, amire felszereljük a kengyelt, a rezgéscsillapító kengyelt, és örülünk neki. Dána. Azt hiszem, hogy ennyi az összeszerelése mindössze. Így le. Tetszik látni. Így megvan. Így áll a mikrofonka a lábán. Nem tudom, most ez oldala, vagy ez oldalán fog állni. Az majd kiderül. De ezt szépen lehet szájmagasságban használni. Nem kell hozzá popfilter, mert ugye elég messziről fogok bele beszélni. Mondjuk ilyen távolságban, mint a kamera. És akkor, tehát nincs benne puffogás, nincs, nem kell popfilter, stb. És akkor lássuk magát a... Tehát ez a kengyel, az állvány és az XLR kábel az jár hozzá. Ez már maga egy bónusz csoki, hogy ezt nem külön kell megvásárolni. De mondjuk veszel egy Rode mikrofont 100 ezer forintért, akkor az csak a mikrofon maga. Ugye? És ágyúval nem lövünk verébre, tehát azért, hogy én itt a YouTube-ra közvetítsek MP3-as felbontásba itten hangokat, ahhoz nem szükséges Rode mikrofon. Persze, akinek szíve vágya, az vehet. Na most akkor ez ilyen bubor fóliában van, maga gyönyörű, szépséges, ilyen ezüstös, hárs színű, igazából, ami ennek látszik a videón, úgy néz ki. Nem fehér és nem fekete. Nagyon jó, hogy nem fekete, nem is akartam volna fekete mikrofont, mert hát ezt nem tudom, ezt majd hogy kell bele erőltetni, vagy nem kell erőltetni. Az a lényeg, hogy ez itt már is megáll, és hát majd úgy fordítjuk ezt a kengyet, ahogy stabil. Tehát a lába felé, hogy ne tudjon felbillenni. Ugye? És akkor már is itt van nekünk benne, ez a kis jel mutatja, hogy ebbe a felébe kell beszélni. Ez itt a hátulja. Ebbe a felébe kell beszélni. Ide bepattintjuk a XLR-t. Akkor ezt is kibontom. Úgy is ki kell bontani. Holnap ebből nagy teszt lesz, meg beüzemelés. Remélem, hogy minden felismer egyből, és akkor semmi gond nem lesz vele. Hát az XLR kábel azért mondjuk nem olyan rövid. Mert én vagyok 180 centi, ugye itt a kartávolságom, benne van a fejem. És ez még egy kicsit, hát ez olyan 2 méter lehet ez a kábel körülbelül. És azt mondja, hogy itt van neki a csatija, ide ez bemegy, ha be tudom, fordítva, így van, be is pattant, és kész. Kicsit feljebb is lehet emelni a kengyelbe, ugye, hogy a kábelnek legyen még helye itt meghajlani, és szépen ide ki lesz téve az asztalra a mikrofonocska, és immár live-ot is fogok tudni, úgyhogy webkamerán keresztül, vagy egy normális mikrofonba beszélek. Ez így fog kinézni ez a setup. Körülbelül.
így látható. Természetesen. Úgyhogy ez itten házi megoldásnak szerintem tökéletes lesz nekem. Igaz, hogy kicsit futkorászni kellett utána, mert nem lehetett kapni éppen, amikor nekem kellett. Remélem, hogy a hang és minden na, nem tudok beszélni. Várakozást felül fog múlni. Természetesen a kondenzátor, a mikrofon is akkor ad a legszebb hangot, hogyha közelről beszélünk bele. De ez így lesz megoldva. Majd adunk rá egy kicsit több erősítést, és akkor jó lesz. Mivel, hogy nekünk erősítőnk is van. A mikrofon előerősítőnk abba a készségben van benne, amit még nem mondottam ki. Csak mutattam. Ebben van a Focusrite. Egy kicsit azért ez ilyen csalódást keltő, mert azért én egy rendes dobozt vártam, és közben elraktam a kést, ugye? Persze. És csak egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon egyszerű kartondobozba jött. Hát akkor bontsuk fel. Itt van valami széria szám, ezzel majd be kell regisztrálni a Focusrite-nak az oldalán, hogy nekem van egy ilyen készülékem, és akkor adnak hozzá ingyenes pluginokat, amire nincsen feltétlenül szükségem. Van ilyen effekt csomag, amit le lehet hozzá tölteni, saját fejlesztésű effektek. Nekem nem kell, mert nekem minden van, amire szükség. Ó, ez ilyen picike. Ez ilyen kis aranyos, jaj, de cukorfalat. USB-s 24 bit mélységbe 192 kHz-es mintavételezéssel tud ez felvenni. Akkor nézzük, hogy mi van benne. Itt van egy átvágandó nylon. Valaki nem tudná, az USB audio interfész összeköttetés a számítógép és a mondjuk a mikrofon között, vagy a hangszer között. Nulla latenciával, tehát hát nem nulla, de közel nullához. Most hamarabb látjátok, mint én. Tadám! Itt vannak az instrukciók, csatlakoztatni kell a számítógéphez, és hogy kell telepíteni. Gondolom, még telepítő lemezt is adnak hozzá, vagy ilyesmit, de manapság már nem divat. Itt van még egy, hát kínai nyelv és nagyon apró betűvel nyomtatott important safety instructions, ugyanúgy, mint a mikrofonnál. Illetve kell még hozzá legyen kábel, ugye USB kábel, ez USB-s. Ez, amint látszik, ez az USB 3-os, most már. Tehát gyorsabb, még gyorsabb adatátvitelt biztosít, illetve akkor már fosszuk meg ettől a nylontól. Aj, de kis kompakt! Az utolsó Focusrite, amit egy barátommal vettünk, az ekkora volt. És ilyen doboza van. Jó, mondjuk az bundle volt. Van benne még szilikagél is, ugye, hogy megóvja a párásodástól. Nagyon kompakt, nagyon, nagyon zsebbeférős, nagyon... Nagyon cukorfalat, én nem gondoltam, hogy ilyen picike. Mondom, második generációs cucc az nagyobb volt sokkal. Így néz ki a kis készség. Ugye a mikrofon ide jön. Itt van egy 48 voltos Phantom táp. Ez igaz, nem az a benyomós kapcsoló, ez csak egy mikrokapcsoló, ahogy most érzem. Ilyen hangja van. Illetve ez az R gomb, ez valamiféle, nem tudom milyen régi előfokot akar utánozni, vagy modellezni, gagyi, nem kell vele foglalkozni. Illetve itt van egy hangszerbemenet, tehát fel tudok venni vele mikrofonjelet, illetve hangszerbemenetet. Ez a mikrofonnak az előerősítése, tehát itt állítom be a mikrofonnak a jelszintjét, hogy milyen hangos legyen, ez pedig ugye a hangszeres csatornának, ez a sima jackesnek az előerősítése.
Itt színes LED van, tehát színváltós LED van a gombok között, a forgatógombok között. Ugye normál esetben zöld, ahogy tekerjük fel a hangerőt, zöld, és amikor beklippel, tehát eléri a 0 decibelt, akkor piros lesz. És akkor itt egy picit visszább vesszük attól a 0 decibeltől, és akkor az lesz a megfelelő beállítás. Itt ki, ezzel a gombbal ki lehet választani, hogy az instrument csatornát aktiváljuk, vagy nem. És ugyanígy itt előerősítjük. Tehát egy szál gitár belemegy, mindenféle erősítő meg effektpedál nélkül, hanem egy szál gitárkábellal ide belemegyünk, felerősítjük és vesszük fel a dalban. Ez pedig a monitor, tehát a visszahallgatása, itt van a fejhallgató kimenet. Én ezt a fejhallgató kimenetet fogom általános kimenetnek használni, mert ez lesz az általános hangkártyám, az általános célú hangkimenetem. Úgyhogy én állandóan innen fogok fejhallgató monitorozni, és ezt vehetjük úgy, mint egy hangerő szabályzót. Ugye? Ami visszajön a szoftverből. Illetve itt van még egy direkt monitor, ez is egy ilyen mikrokapcsoló. Itt a kettő abba különbözik, hogy a direkt monitor azt a hangot átengedi, ugye, ami bemegy. Tehát akkor halljuk a gitárnak a nyers hangját. Ha kikapcsoljuk a direkt monitort, akkor már csak a feldolgozott jelet halljuk, ami visszajön a számítógépből, és tehát akkor nincs benne az a húrcsörgés, meg mit tudom én, hanem már csak az erősítő, a szép gitárszound. Tehát egy a gitárnak, egy a mikrofonnak, és gyakorlatilag, ha hangszeres felvételt akarok élőben mutatni, akkor ide a gitár, a mikrofon veszi az én szövegemet közbe, ezzel pedig én hallgatom vissza a hangot, hogy és gyönyörűen, és tudom általános célú hangkártyának is használni, nagyon kompakt, hát ugye szépen le van kerekítve, itt van az USB csatlakozója, ez pedig egy ilyen zár, ilyen lopás elleni zár, hogyha valaki ilyen kiállításon hagyja ezeket a cuccokat, akkor itten egy hurok kábellel, egy ilyen sodrony kábellel itten le lehet lakatolni, és egyébként két jack kimenet left, right, tehát hogyha van az embernek még asztali erősítője és hozzá hangfalai, akkor arra ki lehet küldeni természetesen. Itt viszont arra kell figyelni, hogy ezen a kis kompakt cuccon nincsen külön szabályozható lehetőség a hangfalon, illetve a fejhallgatón. Itt egy gombon van az egész, tehát ez egyszerre szabályoz az egész, de mivel nekem nincsen egyelőre itthon hifi cuccom, ami által szükség lenne külön utakra, ezért én úgy gondoltam, hogy nekem ez a kis kompakt, ez meg fog felelni, ez a gyönyörűség. Azzal kezdem egyébként, hogy ezeket a védőfóliákat én eltávolítom róla, mert én semmilyen készüléken nem tűröm ezt, mert ez tűrhetetlen. És most már én is látom szemből, nagyon szép, nagyon kis minike, annyira picike, hogy ez nagyon jó, hogy ez annyira jó, hogy hát már legszívesebben beüzemelném, de most már így is nagyon elnyúlt ez az unboxing. Hát merem remélni, ugye, hogy itt a GoPro-ba azért többé-kevésbé minden láthatót megpróbálom egy kicsit így közelebbről megmutatni arcból. Tehát ez a tenyeremen ez így elfér, ez, hogy lássátok itt a különbséget. Harmadik generációs Focusrite Scarlett Solo a készülék, és összesen a mikrofonért, illetve ezért az interfészért, nem tudom, körülbelül 60 ezer forintot fizettem. Már nem emlékszem a pontos ára, éppen vissza is kereshetjük. Meg fogjátok hallani későbbi videókba, hogy hogy szól, és majd benne lesz a linkje mind a mikrofonnak, mind a Scarlettnek a videónak a leírásába. Jó? Ennyi volt akkor a Focusrite Scarlett Solo harmadik generációs USB 3-as audio interfész, illetve a Tascam TM80-as nagymembrános kondenzátor mikrofon tartó rezgéscsillapító kendje unboxing. Ha továbbra is érdekelnek a részletek, akkor tarts velem, és
a következő videókban megláthatod, illetve az élő adásokban, hogy hogy szól, hogy teljesít ez a cucc, illetve ez a cucc. Illetve majd a gitárt is egyszer-kétszer most már meg fogom próbálni, hogy hát, ha egy jó soundot ki tudok belőle csavarni. Jó? Na, örülök, hogy velem tartottatok, sziasztok!